Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Boros Péterné, MKK. Ez lesz a rövidítés. Mindenki tudja, de azért egyszer mondja el, hogy aki még nem tudja a rövidítést, hogy mi ez. Jó reggelt kívánok! Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, MKKS. Az ezvetűt lesporoltam. Milyen egy ekkora szervezetet vezetni, képviselni egy járvány kellős közepén? Hát nem egyszerű, de természetesen... Mondjuk ide is maszkba jött be. Természetesen. De fertőtlenítve van a levegő, meg betartjuk a szociális távolságot. Így van. Hát alkalmazkodnunk kellett ehhez a világhoz, mi is szakszervezeti emberek, ahhoz, hogy nem tudunk annyiszor jelen lenni a tagsággal, úgy kontaktálni, mint eddig, hanem átmentünk az online térbe mi is, és hát ezt a kapcsolatrendszert, ezt sikerült jól kiépíteni, a tagjaink és a tisztségviselőink ezt most már megfelelő módon használják. Erre a bizonyos szituációra természetesen a világ nem volt felkészülve, de alkalmazkodni kell. Egy szakszervezetnek az a dolga, hogy ehhez alkalmazkodjon. A pandémia időszakában felmerülő problémákat próbáltuk a kormányzat irányába továbbítani, vagy a munkáltatók irányába. Mondjon nekem, irányába. Nárok, hogy megszakítom a monologot, mondjon nekem egy dolgot, vagy egy nisát, amit sikerült járvány ideje alatt megoldani. Hát megoldani nem, de felvetni igen. Ez a home office minél nagyobb mértékben legyen alkalmazva a munkáltatók irányába, arra, hogy fertőtlenítő eszközök, plexik, azokon a helyeken, ahol ügyfélszolgálatban fizikai kontaktussal dolgoznak, azokon igen sikerült. Ezt nagyon sokszor szóvá tettük, de most már tényleg ellenyésző lehet annak a száma, ahol ez még nincs megoldva. Már mindenhol szinte van. Hát én még sajnos tudok. A patikába tudok, is visszakerült meg a postán. Tudnék is egy példát mondani, de nem teszem, mert nem ez a célom, hanem a megoldás. Az, hogy a koronavírus járvány alatti megbetegedések, amik a fizikai kontaktusból fakadnak a munkahelyen, ott legyen 100%-os táppénz, ez egy nagyon-nagyon bürokratikus módon, de talán ez is megoldódott. Ennek a későbbiekben a szabályozását feltétlenül egyszerűsíteni szükséges. Készülve arra, hogy ez a biológiai kockázat ez megmarad, vagy más biológiai kockázat is létrejöhet, tehát ennek helye van. Az, hogy home office minél nagyobb számban legyen ott, akiknek nincs ügyfelező tevékenysége, abban még mindig elégedetlenek vagyunk. Ennek a szabályozása közszférában sajnos még nincs rendezve. A versenyszférában talán most már próbálkoznak ezzel is a megoldással. Mi a remény a közszférában a rendeződésre? Hát a kormány egyelőre meghallgatott bennünket ezzel kapcsolatban, de nem döntött, még nem alakította ki az álláspontját. Természetesen tudom, hogy ebben az időszakban nagyon sokféle problémával kell a kormánynak szembesülni, de ez a probléma most adott, és most segítene az embereken. Mi igyekeztünk az oltási tervhez való hozzáigazításban is javaslatokat tenni a kormánynak, hogy kiket, milyen prioritást... Védőnök például megkapták? Igen, ők, hát nem teljes egészében, de igen, ők megkapták. A szociális területen van még lemaradás, elég sok dolgozóról van szó, ott az idős otthonokban igen, de az alapellátásban sajnos még nem teljes körűen. És van egy nagy gond, ami közös szerintem a kormánnyal és a társadalommal, ez az oltási hajlandóságra való rábírás. Tehát az, hogy nem érzékeljük, hogy olyan sok ezzel kapcsolatos kampány, vagy az ezzel kapcsolatos kampányt nem érzékeljük megfelelő hatásosságúnak. Tehát még mindig azt látjuk, hogy az emberek egy része nem érti meg, hogy milyen nagyon fontos lenne az, hogy ők ebbe az oltásba regisztráljanak és felvegyék az oltást. Én arra gondolok, láttam az izrael és az amerikai televízióban gyógyultakat beszélgetni. És hogyha azokat a képeket valaki végignéz, és végighallgatja ezeket az embereket, hogy mind mentek keresztül, azok rohanni fognak, és beoltatják magukat. Hát én is láttam ilyet a Facebookon, sőt, sajnos saját tapasztalatom is van, tehát megerősítem, hogy ezt nem szabad kihagyni senkinek. És az oltás nyilván nem mindegy, de hát azt a szakemberek döntsék el.
Úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, hogy menjen el, de a kampány ezzel kapcsolatban gyengének minősül. Most talán fel fog erősödni. Ha azt mondom önnek, hogy cserkeszőlő, mi jut önnek eszébe erről? Hát egy olyan munkahelyi konfliktus, amelyről az a véleményem, hogy a kommunikáció hiánya okozza, hiszen helyben nem volt a helyi önkormányzat és a fürdővezetése nyitott olyan nagy mértékben a dolgozókkal való egyeztetése. Az történt ugyanis, hogy az önkormányzatok gazdasági forrás elvonása és a COVID-járvány fürdőre gyakorolt, be kellett csukni a fürdőt hatása miatt nyilván a források szűkösségét megpróbálták. Mert itt közalkalmazotti jogállású dolgozókról van szó, terhelni, és a korábbi jogviszonyukban rögzített béreket jelentősen csökkentették. Sajnos volt, hogy egyoldalúan. Szakszervezetet alakítottak ott helyben a kollégák, tehát ők nem azok voltak, akik beletörődtek, hanem megkerestek bennünket, megalakították a szakszervezetet, mi ezt természetesen felügyeltük, a törvényeknek megfelelően megkísérelték a munkáltatónak átadni az erről szóló értesítést, ami ugye alaptörvényben rögzített joguk. A munkáltató ezt nem vette át, megkíséreltük postán is. Munkáltató itt a helyi önkormányzat? Nem, a fürdő igazgatója a munkáltató. A helyi önkormányzat a forrás biztosítja ehhez, illetve a bevételek nyilván az önkormányzaté. Tehát itt egy olyan szembeállás alakult ki, ami nagyon nehezen kezelhető. Én tegnap személyesen is találkoztam az önkormányzat vezetőivel, fürdőigazgatóval, jogi képviselőkkel. Ők most egyoldalúan azt látják, hogy mi a nyilvánosság előtt ezt elmondtuk, de nem érzékelik, hogy ő bennük milyen magatartás változást kellene, hogy előidézzen ez a történet ahhoz, hogy a továbbiakban ne egy félelmi légkör, ne egy rossz szájíz legyen a dolgozók részéről, hanem egy őszinte kommunikáció, és nyitottság arra, hogy a dolgozóknak a szakszervezeti szervezkedés az joguk. Alapjoguk. Alapjoguk, így van. És arra is nyitottnak kell lenni egy vezetőnek, hogy nem biztos, hogy minden helyes és jó, amit ő megtesz, és ha ezért egy közösség a jogát gyakorolva szól, akkor minimum, hogy meg kell hallgatni, és nem retorzióval, letorkolva viszonyulni hozzá. Tehát ez a fő probléma. Ezt a feladatot hagyjuk meg a különleges polgármestereknek, akik így működnek, és azt hiszik, hogy járvány idején a jog biztosítja nekik azt is, hogy trágárok legyenek, felkészületlenek, és így tovább. No comment. Én nem vártam öntől a választ erre, ezt csak mondtam, hogy fürdőigazgató meg polgármester is lehet problematikus ezekben a napokban. Az ön emberei, népes kollégái vannak, otthonról dolgoznak? Sajnos nem. Az én kollégáim, akik a mi tagjaink, azok jelentős részben ott ülnek az ügyfelező székekben. Sok helyen ügyesen, okosan oldották meg a munkáltatók, hogyha nem is otthonról dolgoznak, de azért legyen ebben könnyítés, de nem feltétlenül. Úgyhogy ők átlátják a problémákat, amik ezzel kapcsolatosak, mi ezt összegyűjtjük és továbbítjuk. És itt is arra appellálok, amit a cserkeszőlői példán bemutattam az előbb, hogy azok az emberek látják, hogy az ő életükben mik azok a problémák, amik az ő emberi mi voltukból fakad, mik azok, amik a munkavállalói létükből, mik azok, amik a család gyerek felelősségből fakadnak, és ezeket komolyan kell venni, és ezeket meg kell kísérelni, megoldani. Tehát én azt gondolom, hogy kommunikáció, ez a legfontosabb, mert ha meghallgatják a másik felet, ha nem is mondanak rá rögtön igen választ, de azért elgondolkodik a munkáltató, hogy itt valami probléma van, de ha nem hallgatnak meg senkit soha, az csak problémát hordoz. Cserkeszőlőn kívül a járvány hozhat még újabb szakszervezeti alapszervezeteket? Igen, hozhat. Most van egy új típusú együttműködés, és ez az önkormányzati problémából fakad. A fővárosban a fővárosi önkormányzat által működtetett intézményekben sokféle intézmény van. Többek között az MKKS is benne van. Kialakult egy bérszövetség. Azért, mert nem tudjuk elfogadni a munkáltató nulla
százalékos bérajánlatát. És tudjuk, hogy ennek a 0%-os bérajánlatnak az az alapja, hogy a főváros a forráselvonások miatt küzd a gazdasági lehetőségekkel. Lehet, hogy a forrásokat át kéne szervezni. Tehát nem biztos, hogy minden, ami negatív, tovább kéne adni. Meglátjuk. Minden esetre mi egyelőre ott tartunk, hogy a dolgozónak joga van a tájékoztatáshoz, joga van ahhoz, hogy megtudja, hogy mi az oka annak, hogy nincs ajánlat, de megjegyzem, a kormány semmilyen ajánlatot nem tett a közszférában, tehát természetesen az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács összehívását is kezdeményezzük a közszolgálati dolgozók 2021 évi keresetnövelésével kapcsolatban. Ez mind rendben van, és önnek ez a feladata, illetve a szervezetnek, de hát ön is mondta az előbb, hogy pandémia van, és a kormány előtt olyan feladatok vannak, amiket azonnal meg kell oldani, természetesen ezeket is. Akkor ezt a tájékoztatást szeretnénk meghallgatni, mert a nem tájékoztatás az sokféle gondolatot hoz a felszínre, de a tájékoztatás az a valóságot is tükrözheti. Mi ehhez ragaszkodunk. Ez egy fél megoldás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm. Kedves szépen. Nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Boros Péterné, az MKKS vezetője volt stúdiónk vendége. Mi hamarabb visszavárjuk, de örömteli hírekkel. Kezdjük Csokrom. Köszönöm. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Stumpf István kormánybiztossal. Tartsanak velünk. We'll be right back.